Három évvel ezelőtt indítottad útjára az Agrofield Akadémiát. Ennek az akadémiának mindig van egy téli és egy nyári része. Most is így lesz ez. Szeptember elején több helyen az országban fogsz egy ilyen Agrofield Akadémia show-t rendezni. Milyen célzattal teszed mindezt? Az Agrofield Akadémiának voltak nyári programjai. Nyári féléves vagy negyedéves programi évente ugye három alkalommal. Ezek a különböző terepgyakorlatok voltak, amelyek egy zárt kör, egy innovációs csoport részére szóltak, és ezt szeretnénk most térben és időben is kiterjeszteni, hogy nem csak a csoport tagjait és nem csak egy helyen, hanem több helyen az országban szeretnénk bemutatni a kísérleteinket, illetve szeretnénk rámutatni az Agrofield Termelői Klub előnyeire. Mik ezek az innovációk, amiket ti bekívántok mutatni itt a termelőiteknek? Hát ugye számtalan kihívás jelentkezik most a termelők irányába. Egyfelől a digitalizáció, ennek a digitalizációs kihívásnak mondjuk az agronómiai alapjait, az alapadatokat, az alapkísérleteknek az adatait, eredményeit szeretnénk bemutatni testközelben, illetve nyilván környezetvédelmi oldalról és egyéb társadalmi elvárások is jelentkeznek a termelők irányába, és ezekre is szeretnénk rámutatni. Korábban végeztetek tartalomkísérleteket, trágyázási kísérleteket, különféle tápelemekkel, most mik lesznek? Gyakorlatilag ezeknek a kombinációi, illetve azoknak, amelyek eredményeket elértünk, azoknak a tovább fejlesztései. Ugye a workhorse racehorse kukorica kísérletekben ugye ott a tőszámot és a tápanyagot kombináljuk, ezen kívül lesznek növényvédelmi jellegű kísérletek is, illetve növényvédelmi információkat is lehet majd látni, illetve az őszi búza kísérleteinket is tovább gondoltuk, pontosítottuk, és most már nem csak a genotípus vizsgálatot tartjuk fontosnak, hanem a különböző nitrogéntájási stratégiákkal egy még szofisztikáltabb javaslatot szeretnénk adni, és ezeknek az eredményeit lehet itt megtekinteni. Egy klubot is, egy termelői klubot is szervezel. Mi lesz ez? Hát ez nagyon fontos, nagy kihívás számunkra. Maga a termelői klubba szeretnénk azokat a gazdálkodókat meghívni, akik nem csak felhasználói szeretnének lenni a kísérleti eredményeknek, hanem magának a kísérleteknek interaktív résztvevői is, és gyakorlatilag saját termelési adatokhoz, vagy kísérleti adatokhoz juthatnak a saját termelésükhöz, amiben mi adunk módszertani segítséget, ha kell technikait, illetve az adat kiértékelésekben és azoknak az értelmezésében is segítünk. Kiket vársz ebbe a klubba? Mindenki, aki egy kicsit is elhivatott az újdonságok iránt, valamilyen szinten nyitottnak kell lenni a jövő kihívásai irányába, és akik mernek is lépni, amikor kell, azoknak éri meg, azt gondolom, hogy a legjobban részt venni.